A végis ünnepélyes pillanat az, és a szomorúisabb pillanat, én azt gondolom, mégis büszkeséggel is eltölthet bennünket, meg talán örömmel is eltölthet. Örömmel talán azért, mert ismerhetjük a Ferihegycsét. Tehát azt gondolom, hogy valamennyiünknek ez egy életre szóló élmény volt, hogy a sporttársai lehetünk, talán barátai lehettünk, hogy fölnézhettünk rá, hogy tisztelhettük, mert ő is tisztelt bennünket. A tehetségtelenségünkben is, a hibáinkban is, a rosszaságainkban is, mert ő azért valahol ezekben az ügyekben, mintha az egész életében ebbe szenvedett volna is túl volt. Tehát tudta, hogy milyen nehézségei vannak az ember. Tudta, hogy a magánéletben, a mindennapokban milyen nehéz az élet. És tudta azt, hogy egy sportolónak milyen nehéz az élete. Tudta azt, hogy lefutni valamit milyen nehéz. Nem azért, mert mintha a vállán hordta volna ezt a terhet, mert számára ez öröm volt, de tudta azt, hogy ez az öröm nem futás közben, hanem futás után illeti meg az ember. És ezért ikonikus alakja ő a sprintfutóklubnak, mert ezt az érzést plántálta el bennünk, hogy meg kell szenvedni a sikerért, és meg kell szenvedni az örömet. Feri bácsi ezt nagyon tudta csinálni. Példákat tudnánk mondani mindannyian arról, hogy milyen küzdelemben, milyen távokat futott, milyen eredményeket hozott, amikor kim volt az a világbajnokságon, ott hagyta az autó, és ő futva ment ki a stadionba, és megdorgálta a mezőt. És világbajnok. Tehát tudta, hogy vannak nehézségek, de a Feri bácsi képes volt minden nehézséget szembenézni, ha leküzdeni nem is tudott. A nagy kihívásnak ő se tudott megfelelni. Ő se tudta elhárítani magától az életkorral járó nehézségeket, de méltósággal viselt. Az utolsó pillanatig arisztokrata volt a Feri bácsi. Tehát aki nem nyomogott, aki nem szenvedett, aki nem jajgatott, hanem én vagyok Ötvös Ferenc, ezt mindig éreztük rajta, úgy, hogy soha nem hivatkozott vele. Nem tudom, van-e valakinek olyan ismerőse, hogy tudta volna mondani, hogy az öreg valaha akármivel is dicsekedett. Számunkra volt kellemetlen, mikor az ember megpróbált neki gratulálni valamiért, akkor mindig valami olyasmit mondott, hogy te külön vagy már. Tehát ez egy olyan ember nagyság. Én azt gondolom tehát, hogy ezt az emlékkövet felavatni, meg létrehozni számunkra megtiszteltetés, és hogy mondjam, érezze mindenki szolgálatának, érezze mindenki büszkeségének, hogy a Feri bácsi barátja és tisztelője lehetett. Alassuk, Isten éltessen bennünket, tiszteljük a Feri bácsit. Egy kérés, álljuk körül a követ.